Hölgyeim és Uraim, először is meg szeretném köszönni Rakti Drágán úrnak a köptár igazgatójának, hogy elmondta pár vezető mondatát. Azt gondolom, hogy a kultúrával foglalkozó emberek kellene felsorolják a középpontjába a kiállításoknak, a kulturális eseményeknek, és ebből kifolyólag talán nem annyira pozitív kell, hogy foglalkozzon ezzel, hanem inkább segítse a kultúra létjogosultságát és működését. Attól függetlenül azt gondolom, hogy ezek a színek, amelyek meg vannak jelenítve a képeken, ezek a színek, amelyek saját fényükben tündökölnek, és a város valamilyen formában kifejezésre juttassák a várost és a városban lévő embereket. Azt üzenünk számunkra, hogy talán a lelkünkben is egy kicsit sokszínűbbek kellett, hogy legyünk, talán egy kicsit más módon kellene, hogy megéljük a mindennapokat, és mindenféleképpen a jövőt. Én remélem, hogy a városra vonatkozóan és a várospolgárra vonatkozóan egyre ritkábban van kevesebb olyan megjelenítést tesz, amely a szürkeségről beszél, és azt talán egy szomorú és komor hangulatról. Elsősorban azt szeretném, hogy a jövőben a többszínűség, a fény és egy olyan megjelenítés lenne a közösségünkön belül is, illetve a világunkon is, amely előre mutat, és amely perspektívát. Ebből kívül a köszönöm mindenkinek, hogy itt vannak, és ezennel megnyitom a kiállítást. Köszönöm szépen!